A repülő csészeajak létrehozatalának lehetősége nagyon érdekelt. Ha hipotézisként csupán mozgása elvét vennénk, már az is újszerűnek tűnik. A repülő csészeaj mindenképpen bonyolult szerkezet, és számunkra, földi emberek számára, nem is minden napi használati eszköz. Ezért szerettem volna olyas valamiről hallani, amit azonnal meg lehetne érteni. Hogy ehhez a valamihez ne legyen szükség rendkívüli tudású elmékre, lehessen azonnal a gyakorlati életben használni, és hasznot hozzon az összes ember számára. Megkértem Anasztáziát, hogy oldjon meg valamilyen problémát, amely társadalmunk számára rendkívüli időszerű. Beleegyezett, de megkért. Akkor legalább írt körül ezt a problémát. Hogyan oldjam meg, ha nem tudom, hogy mit akarsz? Elkezdtem gondolkodni, hogy mi is jelenleg a legidőszerűbb gond, és a probléma következő feltételei fordultak meg fejemben. Tudod, Anasztázia, nagyvárosainkban jelenleg nagyon nagy gondot jelent a környezetszennyeződés. Olyan a levegő, hogy délegezni nem lehet. De hiszen a levegőt ti magatok szennyezitek, nem? Világos mi magunk. De csak hallgass tovább. Ne filozófálj, hogy nekünk magunknak kell mi jobbaknak lennünk, több fát kell ültetnünk, stb. Fogadj el mindent úgy, ahhoz jelenleg van. És gondolj ki például valami olyat, ami a nagyvárosokban a levegőt legalább 50 kal javítaná, és hogy ehhez a kincstárból, az államkincstárból ne kelljen semmit sem felhasználni. És még az is fontos, hogy az, amit kigondolsz, az összes létező változat közül a leggazdaságosabb legyen. De rögtön be is lehessen vezetni, és végezetül számomra is, mások számára is érthető legyen. Rögtön meg is próbálom, válaszolta Anasztázia. Mindent felsoroltál? Igyekeztem a feladatot egy picit még komplikálni is arra az esetre, ha elméje és képességei valóban sokkal jobbaknak mutatkoznak, mint ahogy azt a magunk fajták el tudják képzelni. Ezért még hozzáfűztem: Az, amit kigondolsz, hozzon még hasznot is. Kinek? Hát nekem, meg az országnak is persze. Oroszország területén élsz, nem? Tehát az egész Oroszországnak is. Tehát pénzt? Igen. Sokat? Drága Anasztázia, pénzből sosincs elegendő. Nekem annyi kell, hogy kifizessem ezt az expedíciót, és teljen a következőre is. No, meg persze maradjon Oroszországnak is. Elgondolkodtam. Mi lenne, ha Anasztáziának is juttat még civilizációnk anyagi javaiból? Megkérdeztem. És te, te magadnak nem akarsz semmit? Nekem mindenem megvan, válaszolta Anasztázia. Hirtelen felötlött bennem egy gondolat, amivel felkelthetném érdeklődését. Tudod mit, Anasztázia? Az, amit kigondolsz, hozzon annyi pénzt, hogy a te hőn szeretett kiskerteseid, azok, akiknek hétvégi házuk van. Egész Oroszország területén mind ingyen kapjanak, vagy legalább kedvezményes áron vehessenek ültetvénymagokat. Pompás, kiáltott fel Anasztázia. Jaj, de szépen kigondoltad. Ha ez minden, már is hozzánátok a munkához. Jaj, de tetszik. Ültetvény maguk. Vagy van még valami más is? Nincs, Anasztázia, ennyi elég is. Éreztem, hogy a feladat különösképpen az ingyenes ültetvény maguk az ő kedves kertulajdonosainak, magával ragadta. Akkor azonban még azt hittem, hogy a levegőszennyeződésből adódó feladatot még az ő képességeivel sem lehet megoldani. Máskülönben az a sok-sok tudományos intézmény, amely nálunk létezik, már rég megoldotta volna. Anasztázia energikusan, és nem is oly nyugodtan, mint általában, lefeküdt a fűre karjai széttárta. A meghajlított ujjai párnás részükkel az égbe meredtek, és vagy mozogtak, vagy mozdulatlanul feküdtek. Szemhéja és szempillái remektek. Úgy körülbelül húsz percig feküdt így, aztán felnyitott a szemét, felült és azt mondta. Megtaláltam, de micsoda borzalom, Mit találtál meg? Hol a borzalom? A legnagyobb kárt nektek az úgynevezett autók okozzák. A nagyvárosokban oly sok van belőlük, és mindegyikből kellemetlen bűz és a szervezetre káros anyagok áradnak. A legborzasztóbb az, hogy ezek az anyagok földszemcsékkel keverődnek össze, vagyis porral, ahogy azt nevezitek. Az autók mozgása felkavarja ezt a kártékony, átitatott port és ezt az utálatos keveréket az emberek beszívják. Ráadásul az még össze-vissza kavarog, rászáll a fűre, fákra, körös körül betakar mindent. Ez nagyon rossz. Rendkívül káros az emberek és a növények egészségére. Persze, hogy rossz, mondtam, de hát ezt amúgy is mindenki tudja, csak semmit nem tud éppen ellene tenni. Vannak locsolókocsik, de azok sem segítenek sokat. De most, drága Anasztázia, semmi, de egyáltalán semmi újat nem fedeztél fel. A tisztításra semmilyen új, eredeti megoldást nem találtál. Ez idáig csupán a baj fő forrását találtam meg, mondta Anasztázia. Most pedig majd elemezni fogom és gondolkodni, koncentrálnom kell hosszú ideig. Lehet, hogy egy kerek órát is, mert még sohasem foglalkoztam ilyen problémával. Hogy addig se unatkozz, menj, sétálj egyet az erdőben, vagy... Te csak nyugodtan gondolkodj, én majd megtalálom a módját, hogy ne unatkozzam. Anasztázia teljesen magába vonult. Amikor egy óra múlva az erdőben tett séta után visszatértem, úgy tűnt nekem, Anasztázia nem volt elégedett. Na, látod, látod, mondtam. Itt még a te agyad is csődöt mond, de ne csüggedj. Van nálunk elég kutatóintézet, melyek mással sem foglalkoznak, állandóan ezen rágódnak. De ahogy te is, ők is csak megállapítják a szennyeződés tényét. Eddig ez se tudtak sok mindent ellene tenni. Anasztázia bocsánat kérő hangon válaszolt. Átvettem, gondolom, minden lehetséges változatot. De ilyen gyorsan, ráadásul 50%-ra megoldani nem sikerült. Ez felkeltette érdeklődésemet, Anasztázia eddig még mindig talált valamilyen megoldást. Na és hány százalékra sikerült? kérdeztem. Anasztázia felsóhajtott. Messze nem jutottam. 35-40%-ra sikerült csak. Mennyire? nem tudtam megállni, hogy föl neki álltsak. Gyengécske kis eredmény, ugye? kérdezte Anasztázia. Az izgalomtól kiszáradt a torkom. Éreztem, hogy nem tud hazudni, túlozni vagy alábecsülni dolgokat. Igyekeztem uralkodni magamon. Tudod mit? Megváltoztatjuk a feladat feltételeit. Legyen csak 38 százalék. Tehát mit gondoltál ki? Mondj gyorsan el, az a fontos, hogy az autók azt az utálatos port ne csak szétszórják, hanem össze is gyűjtsék azt. Ezt hogy kell csinálni? Azt mond csak el gyorsan. Az autók elején van valami, ami úgy előre áll az órukon. Na, minek is nevezik azt? Lökhárító, segítettem a helyes szót megtalálni. Tehát lökhárító. Ennek a belsejében vagy ez alá egy dobozt kell készíteni. Ennek fedelére apró lyukakat furni, és hátul szintén lyuk kell, hogy legyen, hogy a levegő kiusson. Az autók működésénél a poros, káros levegő az elüllévő lyukakon keresztül jut be. Itt tisztul meg, és a levegő a hátsó lyukakon át 20%-kal tisztában fog távozni. Na de hol van itt a beharangozott 40%-od? Jelenleg ezt a port az útról egyáltalán nem gyűjtik be, és ilyen tisztítási eljárás mellett egyre kevesebb is lesz belőle, hiszen a levegő minden nap mindenütt tisztul, a por pedig be lesz gyűjtve. Kiszámoltam, hogy az ilyen doboz segítségével három hónap alatt feltéve, hogy minden autóra kötelezően fel lesz szerelve, a káros por mennyisége 40 ra fog csökkenni. Ennél tovább a szennyeződés százaléka már nem csökken, mert itt más tényezők is kifejtik hatásukat. Milyen méretei vannak a dobozoknak? Mit kell tartalmazniuk? Hány lyuknak kell rajta lenni? És milyen távolságokra kell a lyukaknak egymástól lenniük? Lassabban, Vladimir, te még talán azt is elvárnád tőlem, hogy a dobozkákat minden autóra én csavarozzam rá. Először figyeltem fel rá, hogy Anasztáziának jó humorérzéke is van. És elnevettem magam. Amikor elképzeltem, hogyan csavarozgatja dobozkáit az autók órára. Anasztázia is elnevette magát, és örvendezett jó kedvemnek, táncolni kezdett. A tisztáson, ott előttem. A gondolat voltaképpen éppen egyszerű volt, és a többi már a műszakiak dolga. Már magam is Anasztázia segítsége nélkül Elképzeltem, hogyan történik az egész. Állami gazgatási központi rendelet, állami műszaki jármű ellenőrzés, a szűrők cseréje és a régiek leadása benzintöltő állomásokon, ellenőrző kuponok, stb. Egyszerű megoldás úgy, mint a biztonsági övek esetében. Egyetlen tolvonás, és minden személygépkocsiban megjelentek a biztonsági övek. És tessék! Egyetlen tolvonás, és tisztább lesz a levegő. A dobozok használatáról való rendelet kiadását a vállalkozók is támogatni fogják. A gyáraknak is lesz munkájuk. Na, és ami a legfontosabb, tisztább lesz a levegő. Áj, áj, áj csak meg! fordultam ismét a forgó táncot lejtő Anastáziához. Minek kell a dobozokban lennie? A dobozokban? A dobozokban. Gondolkodj egy kicsit te magad is. Az egész olyan egyszerű, válaszolta anélkül, hogy megállt volna. És a pénz honnan jön be? Honnan lesz pénzem nekem, és annyi, hogy a kiskertészeknek az ültetvény magokra is jusson? Hm? Tettem fel újra a kérdést. Anasztázia megállt. Hogy, hogy honnan? Arra kértél, hogy az ötlet a lehető legegyszerűbb legyen. Hát tessék, én egy ilyen ötletet adtam neked. A legegyszerűbbet. A nagyvárosokban, az egész világon fogják használni, és az ötletért Oroszországnak annyit fognak fizetni, amennyi elegendő lesz az ingyenes ültetvény magokra, és neked is jut belőle. De a részedet csak bizonyos feltételek mellett fogod megkapni majd. Akkor nem figyeltem arra, mit értett valójában a bizonyos feltételek alatt. Más próbáltam pontosítani. Ez azt jelenti, hogy szabadalmaztatni kell. Ugyan kifizetne jó szántából. Miért ne fizetnének? Fognak? A százalékot már most megmondom. A legyártott dobozok után Oroszországnak kettőt, neked pedig egy századot. Ugyan már mi haszna van a te számításaidnak? Van, amiben tényleg jó vagy. Jó, de a vállalkozásban zöldfülű. Senki sem fog önszántából fizetni. Még az aláírt, érvényes szerződések szerint sem mindig fizetnek. Ha te tudnád, mennyi a nem fizető. A döntőbíróságok el vannak halmozva beadványokkal. Tudod te egyáltalán, mi az a döntő bíróság? Feltételezem, ebben az esetben azonban rendesen fognak fizetni. Aki nem fog, az tönkre megy. Csak a tisztességesek maradnak talpon. Ugyan mitől mennének tönkre? Talán zsarolással is foglalkozol? Mit ki nem találsz, te? Hallod? Ez igenis lehetséges. A cégek maguk, jobban mondva a körülmények úgy fognak a csalók körül alakulni, hogy tönkre mennek. Ekkor hirtelen felvillant bennem, hogy figyelembe vesszük azt, hogy Anasztázia nem tud hazudni, és ahogyan azt ő mondta, a természeti mechanizmusok azt sem engedik meg, hogy tévedjen akkor ez azt jelenti, hogy még mielőtt ilyen kijelentést tett volna, az agyában feltétlenül roppant mennyiségű információt kellett feldolgoznia. Kolosszális. Aritmetikai számításokat kellett végeznie. Eközben több pszichológiai tényezőt figyelembe vennie azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik projektje megvalósításában majd részt vesznek. Magyarán mondva, Anasztázia nem csak megoldotta a levegőszennyeződésből eredő tisztítási feladatot, hanem még egy vállalkozási tervet is kidolgozott, annak elemzését is elkészítette, és tette mindezt nem több, mint másfél óra alatt. Elhatároztam, hogy néhány részletet még pontosítok, ezért megkérdeztem: Mond Anasztázia végeztél-te a fejedben valamilyen számításokat? Amikor megállapítottad a levegő tisztaságának a százalékát, a dobozkáid gyártásának a költségeit, melyeket majd az autóba fognak szerelni, a szűrők cseréjét, stb. Igen, számítások készültek, még részletesebbek is, de nem csupán az agy segítségével. Áj, figyelj! Engedd meg, hogy elmondjam, hogy mire gondolok? Mond, tudnál te versenyezni a legmodernebb, tegyük fel, japán vagy amerikai számítógéppel? Igen, de ez engem nem érdekel, válaszolta Anasztázia, majd hozzáfűzte. Hiszen az egész olyan primitív és szinte megalázó is. Számítógéppel versenyezni ugyanaz lenne, mintha milyen példával mutassam azt meg neked, hogy érthető legyen. Ez olyan lenne, mintha egy műlábbal vagy műkézzel versenyeznél. Ráadásul még nem is egész lábbal vagy kézzel, csupán annak egy részével. A számítógépből hiányzik a legfőbb. A legfőbb az érzés. Kezdtem bizonygatni az ellenkezőjét. Mondtam, hogy vannak emberek, akiket nagyon okosnak tartanak. A társadalomban tiszteletövezi őket, és sakkoznak a számítógéppel. De amikor sem ezek, sem más indokok nem hatottak rá. Megkértem, hogy versenyezzen értem és másokért. Az emberi agy képességeinek bizonyítása érdekében. Ebbe Anasztázia beleegyezett, és akkor pontosítottam: Ez tehát azt jelenti, hogy hivatalosan is bejelenthetem, hogy készen állsz versenyre kelni egy japán szuperkomputerrel a feladatok megoldásában? Miért éppen Japánnal? kérdezte Anasztázia. Mert ezeket tartják a legjobbaknak. Ja, vagy úgy. Akkor már jobb lenne mindegyikkel egyszerre. Nehogy újra azt akard, hogy ezzel az unalmas dologgal foglalkozzam. Nagyszerű, lelkesedtem. Hát persze, egyszerre mindel. Most már csak a feladatot kell felvázolni. Jó, egyezett vele Anasztázia, de bemelegítőként, hogy ne veszítsünk annyi időt, oldják meg azt a feladatot, amelyet te tettél fel nekem. Ráadásul jóvá hagyják-e, vagy elvetik az én megoldásomat? Ha elvetik, akkor terjeszenek elő más megoldást. Arról pedig, hogy melyik a jobb, majd az élet fog dönteni, az emberek. Remek, remek Anasztázia, nagy vagy, ez konstruktív. És mit gondolsz, mennyi időt kell nekik a feladat megoldására adni? Gondolom, a másfél óra, amennyi neked volt, Nekik az kevés lesz. Adjunk hát nekik három hónapot. Jó, legyen három hónap. A zsűribe pedig javaslok mindenkit, aki erre hajlandóságot mutat. Így legalább, ha sokan lesznek a döntést, saját érdekében senki sem fogja tudni befolyásolni. Jó, legyen így. De én inkább a gyermekek neveléséről szeretnék veled beszélni. Anasztázia a gyermekek nevelését tartotta a legfontosabbnak, és mindig örömmel beszélt róla. Ötletem, hogy versenyezzen a számítógépekkel, semmilyen különösebb érdeklődést nem váltott ki belőle. Ennek ellenére azonban megörültem, hogy beleegyezett, és itt szeretném felszólítani a cégeket, melyek modern számítógépek gyártásával foglalkoznak, hogy kapcsolódjanak be a már említett versenybe. Anasztáziával pedig megpróbáltam még pontosítani. És mi legyen a nyeremény? Nekem nincs semmire szükségem válaszolta. Hát miért beszélsz magadról? Annyira biztos vagy a győzelmedben? Hát persze, hiszen én ember vagyok, nem pedig egy gép. Rende van. Mit tudsz ajánlani az utána következő cégnek, mint a második helyezetnek? Hát azt, hogy megsugom nekik. Hogyan kell a primitív számítógépjüket tökéletesíteniük? Kezet rá. Oh.